Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma július 30-a szerda van, Judit és Xenia napja. 151 éve Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. 60 éve Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei röviden. Parlament előtt a médiatörvény. Egy éven belül minden állami médiumot eladnak. Magyarországon lehet a Bajmokról eltűnt lány, a belügyminiszter helyben tájékozódott. Ukrajna, a magyarokat is behívják tartalékosnak, folytatódnak az összecsapások. Estére újabb özönvíz jöhet, kiadós esőt hoz az érkező vihar. Kivonulhat az állam a médiából. A szerb parlament a tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat vitatja meg sürgősségi eljárásban. A változtatások a minőségibb tájékoztatáshoz járulnak hozzá. Elfogadásukkal közelebb kerül Szerbia az Európai Unió elvárásrendszeréhez. Ezzel indokolta a médiára vonatkozó törvények elfogadását a tájékoztatási miniszter. Ivan Tasovac szerint a törvényjavaslatok biztosítják a médiumok függetlenségét az államtól, valamint azok pénzügyi átláthatóságát is. Ehhez járul hozzá a projektfinanszírozás is, hangsúlyozta Tasovac. Minden állami tulajdonú médiumot magánosítanának 2015. július 1-ig, kivéve a szerbiai és a vajdasági RTV-t. A privatizációt alig egy év alatt be kell fejezni. Ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača medija, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. U slučaju da zaposleni odbiju ovu ponudu, taj medij prestaje da postoji i briše se iz registra. Az előfizetést eltörölnék, a közszolgálati médiumokat 2016-ig állami költségvetésből pénzelnék, azt követően pedig illetéket vezetnének be, amelynek összege legfeljebb 500 dinár lehet. Marko Gyurisics, az ellenzéki Új Demokrata Párt frakció vezetője megjegyezte, az embereket nem érdekli, hogy előfizetésről vagy illetékről van-e szó, csak az, hogy ugyanannyit kell majd fizetniük. A különbség csak annyi, tette hozzá Gyurisics, hogy az előfizetés kiegyenlítése nem volt törvényileg kötelező, az illeték viszont az lesz. Nem volt elég idő a három törvényjavaslat áttanulmányozására, tette hozzá az Új Demokrata frakció vezető. Alekszandra Jerkov, a Demokrata párt képviselője is így vélekedik. A kod 31 zákona, koji smo mi usvojili u ovoj skupštini u ovom mandatu, 30 zákona bude usvojeno po hitnom postupku, a više od 70% njih se pred narodnim poslanicima nalazi 24 sata manje, odnosno dođu u skupštinu 24 sata pred raspravu. A szocialista Diana Vukomanovics kiemelte, nagyon fontos az állam kivonulása a médiából és az ezzel kapcsolatos nyilvánosság. A szóban forgó, médiáról szóló három törvény reformtörvény, amelyek kidolgozását hosszú egyeztetési és előkészítési folyamat előzte meg, hangsúlyozta. A szocialisták támogatják majd a törvények elfogadását. Az ellenzéki támadásokra reagálva a haladó párti Mária Obradovics hevesen válaszolt. Szerint a mostani kormány nem avatkozott be a médiába. Nem váltotta le azokat az újságírókat és szerkesztőket, akiken keresztül a demokraták évekig támadták a haladókat. Kritika ovog predloga zákona sa njihove strane može da se nazove njihovim rečnikom korišćeno sramotno. Pogledajte u oči novinare, urednike sa kojima ste se igrali pre 2012. godine. Da li je 2012. godine skinut neki urednik, neki direktor medija? Pásztor Bálint, a VMS frakció vezetője kiemelte, hogy lényegében elérték a fő céljaikat. A nemzeti tanácsok a médiumok alapítói maradhatnak. A helyi és a regionális médiumok kötelező privatizációját az Alkotmánybíróság korábbi döntése miatt nem tudták megakadályozni, de egy biztosítékot itt is kiharcoltak. Inácsi nyihovak finanszíranya nákom privatizácie obezbédítje očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina u oblasti javnog informisanja. A pošto predlozi zakona o kojima mi danas raspravljamo ispunjavaju
ove kriterijume, mi ćemo glasati za predloženi set medijskih zakona. A három médiatörvény javaslatról szóló vita sokáig elhúzódott. A képviselők többsége azonban megegyezett, hogy ezek a törvények részei a reformoknak, amelyeket Szerbiának végbe kell vinnie az Európába vezető úton. A Szabadkai Rádiót is privatizálják 2015. júliusáig. A most önkormányzati kézben lévő intézmény egy éven belül új tulajdonost kaphat. Állami pénzre nem számíthat majd, tehát elő kell teremteni a működéshez szükséges pénzt. A Szabadkai Rádió szerkesztői szerint a magánosítás után kérdésessé válik a nemzeti közösségek nyelvén való tájékoztatás. A rádió szerb, magyar és horvát nyelven sugározza műsorát már 46 éve. Hétköznapi délelőtt a Szabadkai Rádióban. A szerb nyelvű déli híradóra gyakorol a hírolvasó. A magyar szerkesztőségben a délutáni híradóra készülnek a riportok. Az újságíróknak sok a dolguk, de félfüllel ők is a parlamenti ülést figyelik. Évek óta ott lebeg a fejük felett a magánosítás veszélye. Németh Ernő, a magyar szerkesztőség főszerkesztője szerint az új törvény sem ad elég biztosítékot arra, hogy a magyar és a horvát nyelvű műsorjaik fennmaradjanak, ha privát kézbe kerülnek. Van egy olyan kitétel, hogy 5 évig nem lehet a munkatársakat elbocsájtani, illetve meg kell tartani a műsorsémát, a jelenlegi műsorsémát. Az viszont nincs a törvényben, hogy ezeknek a munkatársoknak bért kell fizetni, olyan bért, amiért itt maradnak és dolgozni fognak. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy akármilyen törvényes garanciák vannak, ezeket ki lehet játszani. Az új tulajdonos ugyanis állami pénzre nem számíthat. Saját magának kell előteremtenie a működéshez szükséges pénzt. Igaz, különféle pályázatokon nyerhet kisebb-nagyobb összeget, de ez nem elegendő a kiszámítható jövőhöz. A Szabadkai Rádió igazgatója szerint sem hozhat semmi jót a magánosítás. Zakon predviđa da u narednih 5 godina privatni vlasnik, ukoliko se takav bude pojavio na aukciji, mora da održi program kakav je sada. To je jedan uslov, pitanje koliko će država biti strogi kontrolor da bi se to ispoštovalo. Ja ne vidim da postoji privatni interes koji može da ulaže 4 do 5 miliona mesečno i to da trpi 5 godina da bi možda u 6. godini nešto mogao da preduzme úton slučaju. A horvát főszerkesztő sem bízik abban, hogy bármely tulajdonos is készen állna havi 4-5 millió dinárt fektetni a városi rádióba és megtartani függetlenségét. Povlačenjem države iz medija tu se prije svega ističe da će mediji biti objektivni, što ja opet ne smatram da je to pod obavezno da će biti tako, jer opet je pitanje ko će upravljati, ko će biti vlasnik medija, znači to pod obavezno ne znači veću objektivnost. Amennyiben jövő év júliusáig nem találnak megfelelő vevőt, a Szabadkai Rádió a foglalkoztatottak kezébe kerülhet. Részvényeket kapnának ingyenesen. Ha erre nem hajlandók, az intézményt felszámolják. Szerbiában csaknem 80 önkormányzati alapítású rádiót privatizáltak egy korábbi médiatörvény alapján. Közöttük a Szebb Napokat is megélt Zombori Rádiót, sikertelenül. Ma 8 alkalmazottal a rádió többnyire csak zenét sugároz. A felhalmozódott adósság miatt csekély a reménye annak, hogy hamarosan a rádió új tulajdonosra talál. Itt a Zombori Rádió ultrarövid hullámon a 97,5 MHz-en. Köszöntjük kedves hallgatóink! Kevés a dolgozó és elavult a műszaki felszerelés a Zombori Rádióban. Magyar nyelven napi 2 órás műsort sugároz. A műszaki berendezések mindegyike úgy szólván éppen-éppen, hogy csak működik, és alkatrészek, vagy egyáltalán már alkatrészek se nincsenek hozzá, mert mindig újabb és újabb kiadások jönnek, és egyszerűen nem tudjuk felújítani ezt a stúdiót se, meg a másikat se, ami lerobbant, és ott most montázsolni nem tudunk. A harmadikat pedig, ha a legnagyobbat, azt évekkel korábban már szétszerelték. Magyar nyelvű adásunk elején tájékoztatjuk Önöket, hogy műszaki nehézségek miatt egyelőre nem olyan műsort sugárzunk, amilyet szeretnénk. Évekkel ezelőtt középiskolás koromban még hallgattam a Zombori Rádiót, amíg még volt magyar nyelvű ifjúsági műsora, és akkor még fel tudta kelteni az érdeklődésemet, de manapság sajnos nagyon gyér a műsoruk, és nem nagyon tudok
nem nagyon köti le a figyelmemet igazság szerint. A zombori önkormányzat minimális támogatást nyújt a rádiónak. Ebből a pénzből csak az alapvető működési költségeket képesek fedezni. A megoldás az lenne, hogyha az állam felismerné, mint többségi tulajdonos, hogy ez a regionális frekvencia az egy nagyon tökéletes eszköz lenne, mondjuk egy kisebbségi rádió működtetésére. Tehát a zombori rádió az hallható Szabadkáig, Bajáig, Eszékig, Bácsig. Tehát itt nem csak a domináns magyar kisebbség, hanem a horvát, a bunyevác, a roma közösség, a német közösség is, tehát ki tudna okosan használni. Természetesen anyagi forrásokra lenne szükség, tehát az, amit jelen pillanatban a zombori önkormányzat tud pályázatokon keresztül, és a tartományi lehetőségek szintén pályázatokra gondolok, ő nem elegendőek ahhoz, hogy a munkásoknak meglegyen a bérük. A szerbiai média privatizálás korábbi tapasztalatai azt mutatják, hogy a kisebbségi média nyelvi behatároltsága miatt magántulajdonba kerülve sem tud jövedelmezővé válni. Ezért a tulajdonosok drasztikusan csökkentik a kisebbségi nyelvű tartalmakat, vagy előbb-utóbb felszámolják azokat. Két szempontból lehet vizsgálni az új médiatörvényt, nyilatkozta Kókai Péter. A Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottságának az alelnöke szerint a jogszabályt az országos médiapiac és a nemzeti közösségi médiumok szempontjából is értékelni kell. Kókai szerint Szerbiát tekintve indokolt a módosítás, néhány törvény az internet térhódítása miatt is elavulttá vált. Az új jogszabály pontosítja a közszolgálati média feladatait és a pénzelését is. A nemzeti közösségek számára így a vajdasági magyar média tekintetében a törvény nem hoz jelentős változásokat. Ez a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportjának is köszönhető, mondta Kókai Péter. Elsősorban a tájékoztatásról és a médiumokról szóló törvényre gondolok, amelyiknek a számunkra fontos kitétele az, hogy meghagyja a Magyar Nemzeti Tanácsnak azt a jogát a továbbiakban is, hogy alapítványokat, gazdasági társaságokat hozhasson létre, illetve intézményeket, amelyek az anyanyelvi tájékoztatás szempontjából fontos funkciókat végeznek, valamint meghagyja a pénzelést illetően azt a lehetőséget, hogy az önkormány, illetve a Magyar Nemzeti Tanács alapítása alatt levő tájékoztatási eszközök továbbra is részesülhessenek támogatásban a tartományon keresztül. A szerbiai közszolgálati média a korábbi bejelentésekkel ellentétben nem fogja leírni a TV előfizetést nem rendszeresen törlesztő polgárok tartozását. Ez Zsárko Pália, a Szerbiai Rádió és Televízió előfizetéssel megbízott igazgatója jelentette ki. Még mérlegelik, hogy milyen módon fizettetik meg a tartozást, bírósági úton vagy előbb felajánlják a fogyasztóknak, hogy részletekben törlesztenek. A szerbiai polgárok minden hónapban mintegy 760 millió dinárral maradnak adósak a szerbiai közszolgálati médiának. Nem hivatalos információk szerint Magyarországon látták utoljára a Bajmokról eltűnt szabadkai lányt, jelentette ki Nebojsa Stefanovics Bajmokon. A belügyminiszter ennél több információt nem közölt. Elmondása szerint a nyomozás továbbra is intenzíven folyik, a keresésbe a magyar hatóságok is bekapcsolódtak. Magyarország felé vezetnek Tijanai eltűnésének nyomai, állítólag ott látták őt utoljára. Ezt az információt Nebojsa Stefanovics belügyminiszter hozta nyilvánosságra Bajmokon. Ennél többet azonban a nyomozás érdekében nem árult el. Granični prelaz je od mesta gde njen telefon poslednji put imao kontakt sa mrežom, odnosno gde ga je bazna stanica prihvatila, udaljen samo negde oko 2 km, tako da je to jedna od naših razmišljenja da se ona kretala u tom pravcu, bar tako ukazuju. A 15 éves szabadkai lány péntek éjjel tűnt el Bajmokról. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. Tijana eltűnéséről a szomszédos országok hatóságait is értesítették, akik szintén bekapcsolódtak a keresésébe. Bajmokon most a magyar és a szerb rendőrség képviselői találkoztak. A lány eltűnésének feltételezett helyszínét együtt járták körbe. Tijanai ügyében továbbra is intenzíven folyik a nyomozás. A rendőrség az eltűnés helyét lépésről lépésre kutatta át. Összesen 8 kilométert fésültek át, helikoptert és különleges egységet is bevetettek. A fiatal lány eltűnésekor az egész falu keresni kezdte Tijanát, ez azonban azt eredményezhette, hogy bizonyos nyomok megsemmisültek. A szolgálati pas nem mogao recimo sa lica mesta da prati trag zato što je sve bilo izgaženo. Doveli smo psa tragača iz Novog Sada koji je radio, ali több falubeli állítás is szárnyra kelt különféle kombikról. A nyomozás alatt ezeket a feltételezéseket is körbejárta a rendőrség.
sva lica koja na bilo koji način su u prošlosti imale veze sa događajima i koji makar liče na ove događaje su provereni. Znači koji možda nisu čak ni pomenuti u slučaju, ali smo ih mi dodatno proveravali. I ne samo koji imaju veze sa ovim, nego i sa okolnim opštinama. Sva lica na koje su nam građani ukazivali, sva vozila, svaki detalj, apsolutno sve. A nyomozást ugyanilyen intenzitással folytatják. Új államközi megállapodás kellene ahhoz, hogy az Ásotthalmi-Királyhalmi átkelő egész nap működhessen. Jelenleg ez is és a Tisza-szigeti is csak reggel 7-től este 7-ig tart nyitva, pedig hétvégenként szinte lehetetlen átjutni a magyar-szerb határon a hazatérő vendégmunkások miatt. A nyár elején Szerbia irányába alakultak ki több kilométeres sorok, augusztus végére pedig Magyarország felé számíthatunk nagyobb fennakadásra. Hétköznap csak pár perces várakozásra kell számítani az Ásotthalom-Királyhalom határátkelőn. A hét utolsó napjaiban viszont ismét torlódás várható. Kilométeres kocsisorok alakulhatnak ki az előttünk álló hétvégén is. Az elmúlt vasárnapi csúcsforgalom megviselte az utazókat. Krenulismo u 3 ujutru, sad je pola 1. Ovo je stramota, stvarno toliko da putujemo u gužbu, umorni smo. Nespavani, niti smo jeli, niti smo pili. Majdnem 100 000 autós választotta az idén az Ásotthalmi határátkelőt. A Magyarország és Szerbia közötti 164 kilométer hosszú határszakaszon jelenleg 6 közúti határátlépő működik, azaz átlagban 27 kilométerenként található egy-egy. Ez messze elmarad az uniós gyakorlattól. Az EU-ban 5-6 kilométerenként át lehet jutni a szomszédos országba. Néhány éven belül sűrűsödhetnek a határátkelők a két ország között. A VMS kezdeményezésére erről a szerb és a magyar kormány egyezett meg. Szijjártó Péter a magyarországi külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára a Pannon RTV-nek elmondta, új határokat adnak át a torlódás csökkenése érdekében. Megállapodásunk van a szerb kormánnyal arról, hogy a következő Európai Uniós finanszírozási időszakban megduplázzuk a két ország közös határán lévő határ átkelőhelyek számát. A jövő esztendő első felében megnyitjuk az 5-ös számú főúton a régi röszkei határátkelőhelyet, Röszkei és Horgos között. Készítjük már elő a Kübekháza, a Rábé, valamint a Kacsmár és Hadi Kisfalu közötti átjárókat, amelyek a 2014-2020-as Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében uniós forrásból valósulnak meg. Addig is marad a torlódás, a több órás várakozás a nyári szabadságok és az ünnepek idején. Ahhoz, hogy a Királyhalmi vagy a Tisza-szigeti határátkelő egész nap nyitva lehessen, Szerbiának és Magyarországnak új nemzetközi szerződést kellene kötnie, valamint meg kellene teremtenie a bővítéshez szükséges feltételeket. Megszüntették a főút blokkádját az ukrán katonai mozgósítás ellen tiltakozó lakosok Beregrákos községben. Így kedd este újraindult a forgalom a magyar határt az ukrán fővárossal összekötő nemzetközi autóúton. Tovább folytatódnak a harcok Kelet-Ukrajnában. Útzárlatot létesítettek hétfőn este a kárpátaljai Beregrákos és környékbeli falvak lakói. Ezzel tiltakoznak az ukrán katonai mozgósítás ellen. A csap Kijev főúton, amely a magyar határt az ukrán fővárossal köti össze, családanyák és feleségek követelték, hogy a tartalékosként behívott férfiakat ne vigyék a kelet-ukrajnai háborús övezetbe. A terror ellenes műveletben specialistáknak, csak megfelelően kiképzett katonáknak lenne szabad részt venniük, olyanoknak, mint a másik oldalon. A helyszínen tárgyalt a tüntetőkkel Kárpátalja megye kormányzója. Ezután megszüntették a főút blokkádját. A megye vezetője bejelentette, Kárpátaljáról a részleges mozgósítás során ugyan több ezer behívót kézbesítenek majd a tartalékosoknak, de csak 2500 besorozottat küldenek a kelet-ukrajnai terrorellenes műveleti övezetbe. Csak olyan férfiakat mozgósítunk, akik kaptak már kiképzést a szovjet vagy az ukrán hadseregben. A nemrég behívott fiatal katonákat nem küldjük a harci övezetbe. Egyébként minden járásból és településről arányosan hívjuk be a hadköteleseket.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a három történelmi egyház kedden Ungváron kiadott nyilatkozatában felszólította az illetékes hatóságokat, hogy a Kárpátaljáról behívott tartalékosokat ne vigyék a háborús övezetbe. Értetetlennek tartják, hogy amíg a kárpátaljai fiatalokat behívják a hadseregbe, addig a kelet-ukrajnai hadköteles férfiak a megyében menekült státuszt élveznek és mentesülnek a behívástól. Az ukrán politikusok is írnak erről, és nem tartják helyesnek, és nincsenek is lajstromba véve ezek az emberek. Tehát nem is tudjuk, hogy kicsodák ők. Vannak ilyen hírek is, hogy randalíroznak, verekednek, és a helybéli lakosságot molesztálják. Brenzovics László, a KMKS elnöke információi szerint Kárpátalján 2500 ember, mintegy 250 magyar nemzetiségű férfi behívásával lehet számolni. Kelet-Ukrajnában tovább tartanak az összecsapások, legkevesebb 19-en meghaltak szerdára viradóra a harcokban. Az elmúlt napokban erősödtek a harcok Luhanszk és Donyeck környékén az orosz-ukrán határ közelében, Kijev és a nyugat bírálja Moszkvát. Szerintük fegyverekkel és katonákkal segíti a szakadárokat. Az ukrán erő közlése szerint 7 tank és néhány jármű kelt át az orosz-ukrán határon és támadta meg az ukrán egységeket. Az EBSZ első megfigyelő csoportja már megérkezett a két ország között fekvő határra. Az akcióba 57 állam kapcsolódik majd be, többek között Magyarország is. Humanitárius okokból 4 órára felfüggesztette a gázai övezet bombázását ma délután közép-európai idő szerint 14 órakor az izraeli hadsereg. Azokra a területekre nem érvényes a nyugalmi időszak, ahol a gázai övezet határa alatt izraeli területre vezető palesztin alagutak feltárása és felszámolása folyik. A Hamász palesztin szervezet szerint az Izrael által elfogadott fegyvernyugvásnak nincs jelentősége, mert nem tartalmazza a gázai övezet határvidékét. Az elmúlt éjjel sötétségbe borult Gáza. Izrael rakétái egy hőerőművet robbantottak fel, ami miatt több mint 1 millió palesztin áram nélkül maradt. Újraindultak a szárazföldi hadműveletek is, ugyanis Izrael az alagutak felszámolását tartja az egyik legfontosabb feladatnak. Egyes hírforrások szerint a Hamász terroristái ezeken az alagutakon keresztül hatoltak volna be az ország területére. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Családbarát önkormányzat és példamutató nagy család kerestetik, várja a jelöléseket az MNT. 18 zentai fiatal kap lehetőséget arra, hogy a következő hónapok során letöltse a gyakornoki idejét. Óriás vászonra festették fel a fiatalok, miért fontos számukra a tolerancia. Tavaly a szerbiai utakon több mint 37 ezer közlekedési baleset történt, amelyben 643-an vesztették életüket. Gyakori áldozatok a motorosok és a kerékpárosok. Talán az elrettentő statisztikai adatok is hozzájárultak ahhoz, hogy a közlekedés biztonsági célokra kiírt tartományi pályázatra jelentkező 25 önkormányzat közül a legtöbb a kerékpárutak építéséhez kért támogatást. Zentán évente 3-4 áldozata van a közúti baleseteknek. Most a fekete ponttal jelzett Tornyosi út mellett szándékoznak kerékpárutat építeni. Az egyik legforgalmasabb utca, gondok vannak a közlekedéssel, és akkor ez egy biztonságot nyújtana az ottani embereknek, tehát aki kerékpár segít, motorkerékpárokat használnak. Topolyára több településről autóbuszok szállítják az óvodásokat. Most mintegy 3 millió dináros tartományi támogatásból buszmegállót építenek. A környező településeken, ahol a helyi közösségek megjelölték a pontokat, megpróbáljuk biztonságosabbá tenni ezeket az átkelőket, illetve problémás útszakaszokat. Sok a baleset Vajdaság útjain. Ez részben a tönkrement utaknak és a közlekedésben résztvevők felelőtlenségének tudható be. Ezt is mértük fel, és ezért is adtunk pénzt arra, hogy az utak mellett biciklutak épülhessenek, illetve hogy a szignalizációt javítsuk, különösen az iskolák környékén, ahol kisgyermekek közlekednek át sokszor regionális utakon, és ez igen magas kockázati tényezőt hordoz magában. A tartományi kormány 40 millió dináros támogatást adott az önkormányzatoknak a közlekedés biztonságjavítására.
Összesen 18-12 középiskolai és 6 egyetemi végzettségű zentai fiatal kapott lehetőséget arra, hogy a következő hónapokban letöltse gyakornoki idejét. Magánvállalatokban szerezhetnek gyakorlati tudást az elméleti mellé. A középiskolai végzettséggel rendelkezők 15 ezer, az egyetemi oklevéllel rendelkezők pedig 20 ezer dináros havi juttatásban részesülnek. Az erre vonatkozó szerződéseket ma írták alá a zentai önkormányzat és a községbeli vállalatok illetékesei, akik bíznak abban, hogy a későbbiekben alkalmazni tudják majd a fiatalokat. Az idei elvárások szerint legalábbis, amikor előírásokat hoztak, az volt, hogy mennél több magáncégnél legyenek gyakornokok, és mennél kevesebb állami intézményekbe. Ez körülbelül sikerült is, mert 2 vagy 3 gyakornok megy állami intézbe, többi, mint privát cégnél. A Magyar Nemzeti Tanács közigazgatási hivatala jelöléseket vár családbarát önkormányzat és példamutató nagycsalád díjra. Olyanokat részesítenek elismerésben, akik munkájukkal, életútjukkal, emberi és közösségi magatartásukkal példát mutattak a magyar közösség számára. Az ajánlásokat 2014. augusztus 10-ig lehet átadni. Ez a felhívás gyakorlatilag a jogi, fizikai személyek és egyéb közfelhatalmazást végző szervek részére áll nyitva, hogy jelöléseket tegyenek önkormányzatokra, illetve nagycsaládokra a határozatban meghatározott mércék alapján, hogy leírják annak okait, indokait, indoklását, megnevezzék azokat az önkormányzatokat, illetve nagycsaládosokat, és ezt követően augusztus 31-ig fogja a bizottság elbírálni ezeket a jelöléseket. Őseink kalandjait élhetik át az Északbácskai Magyar Cserkész Egyesület idei táborának résztvevői. Gyertyaöntés, lószörfonás, cserkészjátékok, történelmi előadások és minden, ami egy jó nyári táborhoz kell. Ez az idei honfoglaló cserkésztábor a kisegyesi Belkertanyán. A jó tábortűznek, tehát elsősorban lényege, mint ahogy minden tűznek, hogy legyen egy megfelelő gyújtós. Cserkésztábor tűzeknél nem használunk mesterséges anyagokat, mint papír. A tűzrakás fortéjaival, a kézműves örökség hagyatékaival, a közösséghez való tartozás jelentőségével ismerkedhetnek meg a gyerekek ebben a táborban. A cserkész mindig szereti a természetet és az állatokat is, és én azokat én is szeretem. Ciprázunk most, jobbra! A hagyományaink és a népművészeti kincseink továbbörökítése is a cserkész mozgalom feladatai közé tartozik. Annak a tudatosítás, hogy a néphagyomány őrzése az nem egy ciki dolog, nem egy olyan dolog, amit esetleg már 7.-8. korban a gyerek elkezd szégyelleni. Erre ez lenne talán a következő legnagyobb lépés, hogy erre ezt tudatosítsuk a fiatalokban. A felelősségteljes gondolkodás, a lelki értékrend megerősítése, jelenformálás, mindez a pedagógia, a vallás és az erkölcs eszközeivel. Erről szól a cserkészlét. A cserkésztábor minden szinten neveli a személyiséget, a közösséget formálja, nagyon sokat tanulnak a gyerekek arról, hogy hogyan kell természetben élni. Különböző korú vajdasági gyerekek ütöttek tábort ezúttal a kishegyesi Velkertanyán, mintegy 90-en. Ez a tábor elsősorban a vidám gyerek mosolyról ismerkszik meg, és a történet, hogy ami köré csoportosul a tevékenység, ez a honfoglalás, tehát a magyarok bejövetele az őseik földjére. A tábor péntekig tart, de a cserkésztelep nem sokáig marad üresen. Augusztus 5-től a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség 25. jubileumi táborát szervezik meg Kishegyesen. Óriás vászonra festették fel a fiatalok, miért fontos számukra a tolerancia. A szerda délelőtt az önkéntesség jegyében zajlott a topolyai tolerancia táborban. Az egyhetes programon a műhelymunkák és az előadások által fejlesztik a nemzetek közötti kommunikációt a dunamenti országok és régiók fiataljai. A toleranciával kapcsolatos gondolataikat és a különböző országok jellemzőit festik erre az óriás vászonra a tolerancia tábor résztvevői. A kész művet majd Topolya központjában feszítik ki. Az önkéntességről szóló délelőttön ez volt az egyik választható program a táborban.
dosta dobra ideja. Vidim da ljudi to dosta dobro prihvaćaju. Jako se puno se ulaže u to da se upozna javnosti sa tim kampom. I ljudi to dosta dobro prihvaćaju. Evo, dosta ljudi zna za nas. Ez pedig már a Topolyai tópart. Itt a gáton lévő padokat csiszolják és festik újra a táborlakók. Ezzel szeretnének kedveskedni a házigazda településnek. I like it because it's interesting to meet different people from all the countries of the east of Europe. I've never been there. A tolerancia tábor egymás kultúrájának elfogadására, a párbeszédre és a nyitottságra tanít. Egymásról tanulhatnak a hat ország 15 régiójának fiataljai. Prvi put ovdje, pčenito u Srbiji, tako da mi je sve novo iskustvo. Jako lijepo za sad, samo pozitivni dojmovi i super jer stvarno upoznali smo dosta ljudi, druge narodnosti i to je definitivno jedno jako dobro iskustvo za život. Előadások, műhelymunkák, koncertek is helyet kapnak a programban. Az idei tolerancia-tábor is nagyon jó hangulatban telik eddig. Nagyon élvezik a fiatalok, kezdenek fáradni, ez már látszik rajtuk, ugye az egésznapos tevékenységek, folyamatosan foglalkoztatjuk őket, nem sok szabad időt hagyunk nekik. A tábor csütörtöki napján Korhec Tamás, az MNT elnöke tart előadást a multikulturalizmus és az interkulturalizmus témakörében. A tolerancia-tábor péntek estig tart. Rovarok, hüllők, madarak, növények. Minden a természetről szól egy héten keresztül az Árkusz Környezetvédő Egyesület hagyományos ökotáborában. A Topolyai tópart és környéke idén is lelkes természetbúvárokkal telt meg. Ők egy pár, ők fürgegyíkok, itt élnek a környékünkön, legelterjedtebb gyíkfajunk. Mutatta be az egyik csoportvezető a befogott gyíkokat a táborlakóknak. A herpetológiai csoport résztvevői a hüllők és a kétéltűek fajairól, gyakorlati védelméről tanulhatnak az Árkusz természettudományos, ismeretterjesztő és környezetvédelmi táborában. Nekem fontos az, hogy minden állat, meg minden növény biztonságban legyen, és ne értsék ki az élőhelyeiket, és ne pusztuljanak ki fajok. Az alapvető cél a környezet tudatosság erősítése és a természetvédelem népszerűsítése. A legfontosabb, amit a táborvezetőkkel kitűztünk célul, az az, hogy a résztvevő gyermekeknek megtanítsuk a természettel való bánásmódot, és különböző csoportokba beosztva őket, én főleg a madarak szeretetét próbálom így beléjük nevelni. Négy természet és állatvédelemhez kapcsolódó oktatást választhattak az ÖkoKamp résztvevői. Környezettudományi szakcsoport idősebbek számára, ahol komolyabb kémiai és biológiai ismeretekre tehetnek szert, illetve herpetológiai csoport, rovarás csoport és madarás csoport. 29-8 évestől 18 éves korú természetbúvár választotta idén a Topolyai tábort. Kalapáti Árpád Pirosról jött, és immár tizedszer lakója a sátoros programnak. Néha voltam már hüllős, rovarász, botanikát is, most mondjuk rá környezetvédelem, és mindig más csoportban. Augusztus 2-ig tart a tábor. Jövőre is lesz ÖkoKamp Topolyán, akkor a 25. jubileumi programmal várják a természetkedvelőket az árkuszosok. Napokig tartó kánikula, majd hirtelen lehűlés. Eső, zápor, zivatar. A csapadékos időjárás kedvez a termőföldi növényeknek. A nyaralni, strandolni vágyók azonban több napsütésre és melegebb időre vágynak. Ha nyár van, akkor süssön a nap, mondják a strandolni vágyók. Délutánra viszont menetrendszerűen megérkeznek a felhők, gyakran viharos széllel és özönvízszerű esővel. A melegebbet jobban elviselni, mint ezt a sok hideg, ezt a sok esőt azt várni, nem is hideg, inkább az esőt, inkább ne esne. Bár én mondom mindig, hogy legalább 2 hétig. Aztán most, hogy minden nap esik, az még már nem mi tőlünk függ. A változékony időjárás azonban nem csak a közérzetre, de a szervezetre is rossz hatással van. Jó van, hála Istennek így a szívemnek, vagy mit tudom én nem, de viszont aluszékonyabb vagyok sokkal, meg különben is sok alvással járok, de ez most... Hát most mit csináljunk vele egyszerűen? Az, hogy nincs nyár, és akkor hiába szeretnénk mi most elmenni fürödni, vagy nem tudom én mit, mert nem lehet tervezni, mert van a nagy zuhé, és akkor hideg víz, akkor maradunk mindig itthon. Habár az emberek elégedetlenek, a kukoricának és a napraforgónak kedvez a változékony időjárás. 2-3 naponta esik az eső, így elegendő csapadékmennyiséget kapnak a növények.
Ebben az időszakban fejlődik ki a növényben a mag, így a termelők az eddigi évekhez képest bővebb hozamra számítanak. Hát meglepett bennünket ez az időjárás, ennyi csapadékra nem is mertünk gondolni, tehát szinte heti szinten érkezik az eső, és a mai napra is már estére várnak. Tehát most már a jóból is megárt a sok, de hát nem tudjuk befolyásolni. Szerda éjszaka újra nagy mennyiségű csapadék hullhat országszerte. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint 12 óra alatt akár 20-40 liter eső is leeshet négyzetméterenként. A szél is felerősödik. A délutáni esti órákban egy hevesebb zivatar, akár több alkalommal is lehet zivatar, heves szélrohamokkal, illetve hát nagy mennyiségű csapadékkal, ami valószínűleg az esti órákban éri el térségünket. Ez a front még itt marad akár csütörtökön is, tehát még változatos marad az idő, kisebb záporokkal, kicsit erősödő széllel, északnyugatira fordul széle. Jó hír a fürödni vágyóknak, péntektől ismét melegszik az idő, hétvégére pedig visszatér az igazi nyár. Egésznapos erős napsütésre és 30 Celsius fokot jócskán meghaladó hőmérsékletre számíthatunk. Szoros mérkőzésen értékes győzelmet aratott a Debrecen labdarúgó csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjében tegnap este. A magyar bajnok a Bate Borisov ellen diadalmaskodott 1-0-ra. A találkozót a fehér orosz vendégek kezdték jobban. A hajdúságiakat saját kapujukhoz szegezték, de nem sikerült betalálniuk. A debreceniek csatára Ibrahima Sidibe a második félidőben 11-esből talált kapuba, így a DVSC előnnyel várhatja a visszavágót. A szerb Partizán ma este a bolgár Ludogoreccel csap össze. A párharcok győztesei folytathatják útjukat a Bajnokok Ligája csoportköre felé. A köztájékoztatásról, az elektronikus médiáról, valamint a közszolgálati médiumokról szóló törvényjavaslatokról vitáztak ma a szerbiai parlamentben. A képviselők szerint reformtörvényekről van szó, amelyek több mint 10 évet várattak magukra. Először Ivan Tasovac, művelődési és tájékoztatási miniszter ismertette érveit a törvényjavaslatok mellett. A tárcavezető egyebek mellett elmondta, a változtatások a minőségibb tájékoztatáshoz járulnak hozzá, elfogadásukkal közelebb kerül Szerbia az Európai Unió elvárásrendszeréhez. A törvényjavaslatok biztosítják a médiumok függetlenségét az államtól, valamint az átláthatóságot és a média pluralizmust. Ehhez járul hozzá a projektfinanszírozás is, hangsúlyozta Tasovac. Minden állami tulajdonú médiumot magánosítanának 2015. július 1-ig, kivéve a szerbiai és a vajdasági RTV-t. A privatizációt alig 1 év alatt be kell fejezni. Privatizácia medija treba da bude okončena do 1. jula 2015. godine. Od trenutka prodaje kapitala postoji obaveza da 5 godina bude zadržana osnovna delatnost medija. Dodatnu obavezu će imati kupci medija na jezicima nacionalnih manjina, jer će morati da sačuvaju udele različitih programa od značaja za nacionalnu manjinu u toj sredini. Ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača medija, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. U slučaju da zaposleni odbiju ovu ponudu, taj medij prestaje da postoji i briše se iz registra. Az előfizetést eltörölnék, a közszolgálati médiumokat 2016-ig állami költségvetésből pénzelnék, azt követően pedig illetéket vezetnének be, amelynek összege legfeljebb 500 dinár lehet. A szerbiai szociáldemokrata párt képviselője azt szeretné, ha a pénzek felhasználása nyilvános és átlátható lenne. S obzirom da se od 1. januara 2016. godine prestaje sa bilo kakvim budžetskim finansiranjem javnog servisa, da se uvodi taksa, što mislim da je dobro, jer je dosadašnji pojam pretplate bio apsolutno neadekvatan i nije bio obavezujući. Dakle, taksa je obavezna kategorija, ko ne plaća taksu može da bude sudski utužen. Znači, bitno je da ako već građani od 1. januara 2016. godine finansiraju svoj javni servis, imaju pravo
da na vrlo jednostavan način, jednim klikom na dugme, imaju uvid u to kako se ta, i na šta taj novac troši do najsitnijih detalja. Marko Gyurisics, az Új Demokrata Párt frakcióvezetője felszólalásában megjegyezte, az embereket nem érdekli, hogy előfizetésről vagy illetékről van-e szó, csak az, hogy ugyanannyit kell majd fizetniük. A különbség csak annyi, tette hozzá Gyurisics, hogy az előfizetés kiegyenlítése nem volt törvényileg kötelező, az illeték viszont az lesz. Az Új Demokrata Párt képviselője szerint az előttünk álló médiaprivatizáció fájdalmas lesz, az újságírók rettegve mennek majd dolgozni, megmarad-e a médiumok a piacon, illetve megszűnik-e a munkahelyük. Nem volt elég idő a három törvényjavaslat áttanulmányozására, tette hozzá az Új Demokrata frakcióvezető. Ovi zakoni su rađeni u skladu sa propisanom procedurom, rađena su javna slušanja, vođena javna rasprava. Jedino na ovom poslednjem koraku mislim da je napravljen propust što su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlament na raspravu po hitnom postupku. Time je uskraćena mogućnost da i sami narodni poslanici koji su imali svega jedan dan da ova tri zakona koji imaju preko 300 članova detaljno analiziraju i uvide kakvo je konačno rešenje u odnosu na ono što se nalazilo u prethodno nacrtima. Szégyen, ahogyan a törvényeket a parlament elé terjesztik, hangsúlyozta a Demokrata Párti Alekszandra Jerkov. A kod 31 zakona, koji smo mi usvojili u ovoj skupštini, u ovom mandatu, 30 zakona bude usvojeno po hitnom postupku, a više od 70% njih se pred narodnim poslanicima nalazi 24 sata manje, odnosno dođu u skupštinu 24 sata pred raspravu. A szocialista Diana Vukomanović kiemelte, nagyon fontos az állam kivonulása a médiaházakból és az ezzel kapcsolatos nyilvánosság. A szóban forgó, médiáról szóló három törvény, reformtörvény, amelyek kidolgozását hosszú egyeztetési és előkészítési folyamat előzte meg, hangsúlyozta. A szocialisták támogatják majd a törvények elfogadását. Nadamo se da će ove zakonske odredbe nam dati dovoljno prostora i nama i novinarima, isto tako i građanima, da razvijemo jedan kritički, ali odgovorni duh i kulturni dijalog i demokratski dijalog u Republici Srbiji. Dakle, još jedan put naglašavam da će poslanici Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati i glasati za ova tri predloga medijskih zakona. A szerb megújhodási mozgalom képviselője Mirko Csikiriz egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai gyakorlatot nem lehet egy az egyben alkalmazni Szerbiában. Vagyis a média törvények esetében is figyelembe kellene venni a szerbiai viszonyokat a jogharmonizáció során. Az Új Szerbia képviselője szerint a célnak annak kell lennie, hogy a médiumok professzionálisan és függetlenül működjenek Szerbiában. Ehhez járul hozzá a média privatizáció. Definitívno povláčenie države iz väčšine média, osim za to posebno utvrđenim slučajima. Dakle, država ipak ima interes da ostane prisutna u nekim od média. I to je ono što pozdravljamo. Az évek óta jelenlévő cenzúra és öncenzúra problémájára hívta fel a figyelmet a Demokrata Párt képviselője. U Srbiji postoji problem sa autocenzurom. To nije nešto što tvrdi opozicija, to je nešto što govore svi oni koji se time bave. Srbija je doživela jedan pad na onoj listi zemalja koje su rangirane po medijskim slobodama. Ja stojim čvrsto i Demokratska stranka čvrsto stoji iza stava da tamo gde nema cenzure, nema ni autocenzure. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja az elfogadásra váró, a médiára vonatkozó törvényeket. Jelentette ki parlamenti felszólalásában Pásztor Bálint, a VMS parlamenti frakcióvezetője. Kiemelte, fő célként azt tűzték ki, hogy elérjék azt, hogy a nemzeti tanácsok a médiumok alapítói maradhassanak, valamint azt, hogy a privatizált médiumok pénzelése ne veszélyeztesse a nemzeti kisebbségek anyanyelven való tájékoztatásra vonatkozó jogát. Mivel ezeket a parlament elé került törvényjavaslatok nem vitatják, a VMS meg fogja szavazni azokat.
Objektív okok, az Alkotmánybíróság korábbi döntése miatt nem tudták elérni, hogy a helyi és regionális médiumokat ne kelljen kötelező módon privatizálni, tette hozzá Pásztor. Mi smo u našem izbornom programu predvideli, a to je deo i koalicionog sporazuma koji smo potpisali sa Srpskom naprednom strankom, da će se novim setom medijskih zakona obezbediti očuvanje sadašnjeg nivoa informisanja na mađarskom jeziku, model privatizacije lokalnih elektronskih medija koji emituju programe i na jezicima nacionalnih manjina i način njihovog finansiranja nakon privatizacije obezbedit će očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina u oblasti javnog informisanja. A pošto predlozi zakona o kojima mi danas raspravljamo ispunjavaju ove kriterijume, mi ćemo glasati za predloženi set medijskih zakona. Mislim da nije nikakva tajna da smo od 23. jula ove godine, to jest u prethodnih 5-6 dana, vodili danonoćno razgovore sa predstavnicima Ministarstva kulture i javnog informisanja da bi ovi predlozi zakona za nas bili prihvatljivi. A három médiatörvény javaslatról szóló vita sokáig elhúzódott. A képviselők többsége abban megegyezett, hogy ezek a törvények részei a reformoknak, amelyeket Szerbiának véghez kell vinnie az Európába vezető úton. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Parlament előtt a médiatörvény. Egy éven belül minden állami médiumot eladnak. Magyarországon lehet a Bajmokról eltűnt lány. A belügyminiszter helyben tájékozódott. Ukrajna. A magyarokat is behívják tartalékosnak. Folytatódnak az összecsapások. Estére újabb özönvíz jöhet. Kiadós esőt hoz az érkező vihar. Riportjainkat megnézhetik honlapunkon a pannonrtv.com-on. Nézzék a Pannon TV-t, vagy hallgassák a Pannon Rádiót továbbra is. Köszönjük a figyelmet, szép estét!